Befejeződött a Zöldfa úti óvoda korszerűsítése, fejlesztése Tiszaburán, műtéten esett át Norbert, 36 éve dolgozik a kardiológiai osztályon. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. szeptember 10-én 18 óra 5 perckor. Európai Uniós forrás segítségével a Karcagvárosi Önkormányzat befejezte a Zöldfa úti óvoda korszerűsítését a TOP 1.4.1/15/JN1/2016/0016 pályázat keretén belül. A Széchenyi 2020 a foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állás segítő intézmények közszolgáltatások fejlesztésével című pályázat kiírására benyújtott projekt 200 millió forint 100%-os visszanemtérintendő támogatásban részesült. A Karcag Zöldfa utca 32 alatti óvoda épületén teljes körű korszerűsítést és felújítást végzett el a Karcagvárosi Önkormányzat a hatályos épületenergetikai rendelet előírásait figyelembe véve. Az építészeti felújítási korszerűsítési munkák keretében elvégezte többek között az épület hőveszteségének csökkentése érdekében a falak, a lábazat és a lapos tető utólagos hőszigetelését, az aszbeszt-cement tartalmú hullámpala tetőfedés cseréjét, a belső padló és falburkolatok cseréjét, az akadálymentesítést is. További nem építészeti jellegű felújítási korszerűsítési munkák között valósította meg a Karcagvárosi Önkormányzat az elektromos hálózat és szerelvények felújítását, a kazáncserést, a fűtés és vízhálózat korszerűsítését, napkollektor beépítését. Lecserélte a csoportszobák bútorzatait, óvodai melegítő konyha berendezéseit. A fejlesztés eredményeként infokommunikációs eszközök beszerzésével segítette a nevelői testület fejlesztő munkájának támogatását. Továbbá a gyermekek részére képességfejlesztő játékokat szerzett be a kedvezményezett. A fejlesztés elérte célját, amely hozzájárul a gyermekek sajátos igényű képességfejlesztéséhez, valamint a digitális kompetenciák fejlesztéséhez. A múlt héten már beszámoltunk, hogy milyen fejlesztések vannak Tiszaburán. Mindenképpen a 24. óra után vagyunk, hiszen ezeken a településeken annyi megoldásra váró probléma van, hogy ha nem fogunk össze és nem segítünk rajtuk, munkával, oktatással, egészségügyi neveléssel, néhány évtizeden belül az egész Magyarország problémája lesz, mondta F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője az üzemlátogatások után. Az érintett 31 településen foglalkozni kell, az itt lakókat integrálni kell. Jó úton járunk, amin végig kell menni. Tiszaburán láthatunk jó példákat, mind az asztalos üzemben, mint a Varrodában, ami követendő, fogalmazott a képviselő. Olyan települések, olyan járásról van szó, amely halmozottan hátrányos helyzetű, és mindenképpen a 24. óra után vagyunk, hiszen ezeken a településeken annyi probléma van, annyi megoldásra váró probléma, ha nem fogunk össze, nem segítünk ezeken a településeken, és józan programmal, nem légből kapott programmal, munkával, oktatással, egészségügyi neveléssel, akkor ez a probléma egész Magyarország problémája lesz néhány évtizeden belül. Én azt gondolom, hogy jó úton járunk, ezen az úton végig kell menni, lesznek sikerek, lesznek kudarcok, de azt gondolom, hogy nincs más választás, ezekkel a településekkel foglalkozni kell, az itt lakókat fel kell zárkóztatni és integrálni kell. Mindenképpen kell a jó példa, hiszen az itt élők látják azt, hogy nem mindegy, hogy valaki munkanélkül van, rossz munkát végez, nehéz munkát, vagy egy olyan munkát, amire örömmel tekint akár a gyermeke is, akár a családtagja is, hiszen ebbe az asztalos üzembe asztalos szakmunkásokat képeztek, nyilázárókat készítenek, és a Varrodába pedig Budapesten különböző fesztiváloknak, nagyáruházaknak készítenek termékeket. Én azt gondolom, hogy mindenképpen a példát, a jó példát mutatni kell, hiszen a jó példa ragadós. A hallássérülésre nem csak a hallókészülékes megoldás létezik. Ha nem elég a hallókészülékes ellátás, akkor léteznek műtéti eljárások, melyekkel szintén javítani tudják a hallást. Vételkörzetünkben egy püspökladányi kisfiú az országban elsőként esett át egy új kokleáris beültetésen.
A kokleáris implantátum nem általános csodaszer, de ha optimálisan alkalmazzák, csodás hatása lehet. Korábban semmit vagy nagyon keveset halló hallássérült a mindennapi élethez elegendő hallásra tesszel. Norbit örökbe fogadták, de tudták, hogy lehet, hogy hallássérült. Mi hozzánk úgy érkezett, elmondták, hogy milyen folyatékosságai lehetnek a gyermeknek, és mondtuk, hogy mi vállaljuk, mert ő örökbefogadható gyermek, és akkor volt nálunk 3 nevelgyermek, plusz van egy saját gyermekünk, a Dávidka, aki 13 éves, és ő jött, 5-nek érkezett hozzánk, mint egy kis angyalka. Úgyhogy 18. március 6-án fogadtuk őt be, akkor érkezett mi hozzánk. A fejét forgatt, és annyira picin is, mert azt nézte, hogy hogy mozog a szánk, mindig arra figyelt, és ha megérintettük, akkor úgy hirtelen a reakciója megijedt. Gyorsan kellett dönteniük, hogy belemennek-e a műtétbe Debrecenben. Mi úgy kaptuk meg, hogy akkor már Pestre vittük, Pestre kellett hordani, mivel hogy hallássérült, és Pesten mondták, hogy havonta jártunk fel, kértem engedélyt, hogy azt, hogy hozzassuk át, mert nagyon messze volt nekünk Pest, Debrecenbe a klinikája, és megkaptuk az engedélyt, és azután Szilvási agyuntus nőhöz jártunk. Ő nagyon hamar azt mondta, hogy tennünk kell valamit, és hallókészüléket kapott a gyermek. Hát eleinte 5-10 percig tudta használni, később egyre tovább használtuk, de csak nagyon magas frekvencián tudott hallani a gyermek, és tovább nem tudtunk lépni, és akkor jött a telefonhívás 1/2 év után rá, hogy sajnos nem tudunk lépni előre, egy helybe topog a gyermek hallási fejlődése, és hogy van egy lehetőségünk, hogy élnénk-e vele. Ekkor már Rezes igazgató rátvette a dolgot, és ő hozzá kerültünk, meg Szilvási agyuntusnő is, ők segítségével ők ajánlották, hogy van egy ilyen lehetőség, Magyarországon ő lenne az első, akinek beépítenék, hogy mit szólunk hozzá. De ahogy behívtak egy pénteki nap 2 órakor, azt mondták, ezt itt most kell eldönteni, mert Magyarországon sajnos a TB csak 25 gyermeknek tud segíteni ilyen esetben, mi lennénk az elsők, hogy beivállaljuk. És mi akkor összenéztünk a párommal, és azt mondtuk, hogy ez természetes, mert szeretnénk, hogy egészséges legyen, hogy fejlődjön a gyermek, és hogy ne segítségre szoruljon, ha később nagy lesz, hanem önálló emberként élhesse életét. A kisfiú, mint a felvételen is látszik, jól érzi magát, játszik rendszeresen. A készüléket még nem kapcsolták be. A kokleáris implantáció nagy segítséget jelenthet a siketvaksággal élők számára is, de nem mindegyikük számára jelent megoldást. A vele született siketvak személyek esetében elsősorban a Husserl-szindrómásoknak javasolják a műtétet. A szerzett siketvak személyek esetében pedig akkor, ha látássérültként, a beszédtanulás után vesztették el hallásukat. Hírstúdiónkban már itt van Kanász Nagy László, a Kátai Gábor Kórház kardiológiai osztályának főorvosa. Híradónkban a főorvos úr szakterületéről és az osztályáról beszél. Köszöntöm főorvos urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a lehetőséget, és várom, hogy mire kíváncsiak velem kapcsolatban. Köszöntöm a televízió nézőket, a hallgatókat. Elsőként arra kérem főorvos urat, hogy néhány mondatban mutassa be a szakterületét. Hát ugye a kardiológia az én feladatom a városi kórházunkban. 1983 óta dolgozom a Kátai Gábor kórházban, akkor még ugye városi kórház volt, és később vette fel Kátai Gábor nevét a intézmény. Belgyógyászként kezdtem dolgozni a 7. emeleti egyes számú belgyógyászati osztályon, innen szakvizsgáztam belgyógyászatból, aztán 1994-ben lettem kardiológus, előtte 2 évet a klinikán kellett töltsek gyakorlati időt, és gyakorlatilag 1994-től kezdhettem el kardiológusként tevékenykedni és kiépíteni a kórház kardiológiai
diagnosztikai terápiás ellátására vonatkozó elveket és átműszerezettséget. Szerencsére jól indultunk már annak idején is pályázatok, ugye a rendszerváltás után időszak pályázataiból sikerült egy úgynevezett non-invazív rendelő berendezni, és járóbeteg rendelés szintjén ettől kezdve jó felszerelt műszerekkel végezhetem a kardiológiai vizsgálatokat. Később csatlakozott kardiológusként Király József doktor úr, aki emellett a anesteziológus és az intenzív osztály vezetője, mert sok más elfoglaltsága van, de ő még aki a terület kardiológiai ellátásában aktívan részt vesz. Ketten vagyunk jelenleg is, és hát elég nagy terület. A kardiológiai ellátás szempontjából azért nagyobb, kb. 120 ezer ember érintő lakosság az a terület talán, ahonnan hozzánk fordulnak a betegek. A mi reszortunk az a kardiológiai alap ellátás, ami abból áll, hogy úgynevezett non-invazív diagnosztikai módszerekkel, tehát különböző EKG technikákkal, terhelés, holter monitorozás révén, illetve szívultrahang vizsgálattal térképezzük fel a betegeket, szívbetegségük tényét, annak súlyosságát, állapotát, és ha további kezelésre szorulnak, akkor továbbítjuk a területünkön illetékes Debreceni kardiológiai klinikára. Szerencsések vagyunk, hogy nincs a gyakorlatilag a terület elsődleges ellátóhelyével kapcsolatban közöttünk semmilyen közbőső intézmény, tehát közvetlenül a legmagasabb szintre küldhetjük a betegeket. Mivel mind a ketten a Debreceni klinikán végeztük a tanulmányainkat, a kardiológiai klinikát jól ismerjük, az ott dolgozókkal is jó kapcsolatunk van, hál' Istennek interpersonális problémák nincsenek, jók a betegutak, tehát jól tudjuk a betegeket továbbítani. És hát ugye a 2012 óta most már osztályszinten is végzünk kardiológiai ellátást, mégpedig két osztály is létesült, egy 15 ágyas úgynevezett aktív kardiológiai osztály, ahol belgyógyászati jellegű kardiológiai, tehát szívbetegségek specializálódott aktív ellátás folyik, és van egy 30 ágyal működő kardiológiai rehabilitációs osztályunk, ahol pedig elsősorban a krónikus betegekkel, illetve a műtét jellegű beavatkozások után a magasabb szintű intézményekből hozzánk érkező betegeket látjuk el, rehabilitációs kezelést végzünk. Tehát szívműtétek után, szívkatéteres beavatkozások után hozzánk érkeznek vissza, mondjuk a területről elküldött betegek. Hát így bezárul a kör, egy teljes fokú ellátást tudunk ezáltal nyújtani a betegeinknek. Fantasztikus évet jár be, és hatalmas fejlődésen esett keresztül, ahogy így elmondta Flóros úr, a kórház, az osztályok és a betegek nagy megelégedésére. Igen, ez nagyon, nagyon jó, nagyon szerencsés, hogy a 2012-ben hát volt egy struktúraváltás az egészségügyben, azt hiszem, ezt sokan hallották már, aminek ugye az volt a lényeg, hogy a belgyógyászati ágyszámokat nálunk csökkentették. Nagyon sok helyen, de a vidéki kórházokban általában lecsökkentették nálunk, és a felére két emeletnyi belgyógyászati osztály volt, 105 ágyal, és ez bizony felére redukálták, és egy hát mentő ötlet volt, vagy inkább egy kibúvó ez alól, hogy egy specialitást teremtsünk meg, a kardiológiai specialitást, és a rehabilitáció fekvőbeteg ellátásán meghonosítjuk karcolban. Így sikerült gyakorlatilag a ágyakat, a munkahelyeket megtartani. Én megköszönöm Flóros úrnak, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és jó munkát kívánok az elkövetkezendőben is. Még egyszer nagyon köszönöm a meghívást is. Nagyon jó egészséget, és hát boldog jövőt kívánok mindenkinek a karcagi okosoknak és a televízió nézőknek a
rádió hallgatóknak. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!